Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Elkezdődtek a titkos éjszakák, a jó szellemek éjszakái. December 26-a az kihat jövő év február hónapjára. Ahogy te átéled ezt a napot, december 26-át, ezek az események, kapcsolatok, gondolatok és érzelmek, ez az energia, ez áttér februárra. Tehát figyelj oda, mit hogyan élsz át. Azon kívül vannak kívánságok, vágyak, ami megvalósulhat. Ezen az éjszakán tartok egy szertartást. Ez kihat február hónapra, és szerencsét hoz februárra, van gyógyító ereje az idegrendszeri megbetegedéseknél és vénás betegségeknél. Azon kívül vannak bizonyos témák, amire szintén kihat ez a napi energia, és kihat a szertartás is. Mégpedig itt arról van szó, hogy vannak bizonyos célok, elképzelések, tervek, hogy tudnád ezt megvalósítani, milyen események, különleges kapcsolatok, dolgok történnek veled, azon kívül több lesz a vidámság, a könnyűség, és kihat a kommunikációra is. Erről már készítettem egy videót, ahol erről beszámolok, de itt újra megemlítettem ezeket a témákat. Még mindig megvan arra a lehetőség, hogy jelentkezz erre a szertartásra, a díjam 4000 forint, e-mailen keresztül tudsz jelentkezni, az e-mail címem megtalálható a videó alatt. És most megnézzük a képeket, mi hogyan alakul, hiszen itt tervekről van szó, a jövőről van szó, bepillantunk a jövőbe, mi hogyan alakul. Itt középen látható ez a fiatal férfi. Ez jelentheti a te tartásodat is, hogy kezedbe veszed a dolgokat, odafigyelsz bizonyos eseményekre, itt a tűz eleméről van szó, tehát tevékenységekről, de ne siessd el a dolgokat, hanem figyelj oda arra, hogy mi vagy, ki lelkesít téged. Itt a tűz eleménél szenvedélyekről is szó van, tehát a párkapcsolatról. Itt ez a horgony jelenti a biztonság érzetét, az most nagyon fontos számodra. A közeli jövőben úgy alakulnak a dolgok, hogy ez meg lesz. A munkát illetően, az anyagiakat illetően, és a párkapcsolatot illetően is. A horgony az szimbolizálja a munkát, a hivatást. Itt megvan arra a lehetőség, hogy legyen egy munkahelyi változás. Itt az utazás, itt újra az utazás, ez a hajó szintén az utazásokra utal, ezek lehetnek változások is. Mivel itt munkáról van szó, megvan a lehetőség arra, hogy legyen egy munkahelyi változás. Sőt, itt a levél kétszer is feltűnik a kirakásnál, jelenthet bizonyos szerződéseket is, mint például egy munkahelyi szerződést. De itt van még a felhő. Tehát februárban még valami átláthatatlan, vagy utalhat arra is, hogy bizonytalan vagy. Tegyem, vagy ne tegyem. A felhő jelentheti az időt is, mégpedig fél évet, hogy fél éven belül lesznek itt változások. Újra arra utalnak a kártyák, hogy ne siessd el a dolgokat. Itt látható a múlt. Valaki gondol rád. Ez a kép jelenti a romantikát, a nosztalgiát is. Sőt, ez az illető közeledni fog hozzád,
ami itt látható. Ezen a képen egy férfi van, de mint mindig említem, a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, utalhat egy hölgyre is. Valaki nyitott arra, hogy érzelmekkel közeledjen hozzád, sőt, átnyújtja számodra ezt az aranykelyhet, ami utal a víz elemére. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát érzelmekkel fog közeledni hozzád. Itt látható az utazás, itt szintén az utazás, ez lehet egy külföldi kapcsolat, vagy egy meghívás, vagy valaki meglátogat téged. Ez az utazás jelentheti a belső utakat is, egy lelki kapcsolatot. És itt a halak jelentik az anyagiakat, itt is lesz mozgás, pénz jön a házhoz, vagy pénzt adsz ki egy utazásra, vagy pénzt kapsz külföldről. A halak jelentik a belső értékeket is, tehát ez a személy a múltból közeledik hozzád érzelmekkel, mert te értékes vagy számára. Itt látható az uralkodó és az uralkodó nő, ez utal a párkapcsolatra. Itt közeledés lesz, azon kívül uralkodni fogtok a gondolatok felett, uralkodni fogtok az érzelmek felett, uralkodni fogtok egy bizonyos helyzet felett. És itt látható az erő. Ő ad erőt számodra, vagy te adsz életerőt a számára. Ez az erő lehet a belső erő is, a hit, a bizalom, hogy ebből kialakul egy tartós párkapcsolat. És itt a gyermek jelent akkor már egy új kezdetet, és a hajó az szimbolizálja a reményt, vagy egy lelki utat. De, mint mondtam, itt ez a három kártya, mind három az utazásra utal, ez jelenthet külföldi kapcsolatokat, utazásokat is, vagy egy belső utat, egy lelki kapcsolatot, de jelent változásokat is. Változások lesznek a munkát illetően, a lakhelyet illetően, vagy a párkapcsolatot illetően, és a gyermek utal itt egy új kezdetre, itt látható a pecsét, és ez a horgony, ez jelent, ez egy biztos dolog, tehát amit tervezel, azt meg tudod valósítani. Tekints abba az irányba, ami, vagy aki lelkesít téged. És lassan lépésről lépésre lesznek akkor itt a változások, és megvalósítod a terveidet, ami életerőt ad számodra. Itt ez a felhő jelenti az időt, fél évet, nem kell elsietni a dolgokat, de fél éven belül kialakulnak ezek az események, tehát amit tervezel, azt eléred, vedd kezedbe a dolgokat, hiszen itt lesz egy új kezdet és a változások. És ez volt a felvétel. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!